Tótfalu Banahelyi Közösségben a 2017-re tervezett beruházásokat nem teljes mértékben sikerült megvalósítani, de bizakodva tekintenek a 2018-as évre. Tulajdonképpen a terveinkhez viszonyítva nem igazán sikerült megvalósítani azokat az eltervezetteket. Itt elsősorban az aszfaltozásra gondolok, de bízunk benne, hogy ami késik, az nem múlik, és előbb-utóbb sor kerül az aszfaltozás kivitelezésére. Ami kicsi volt, azt csupán csak önerőből valósítottuk meg, tehát itt a helyi járulék és a helyi járulék programjába lefektetett programpontok mentén próbáljuk a beruházásainkat megvalósítani. És hát ehhez kellett volna már az aszfaltozást a tavalyi évben is, de ugyanúgy tervezzük az idei évben is. És hát van egy elhúzódó beruházás, ez pedig a bejárati utcánknak a úgymond fennmaradt 400-500 méteres szakasza, amelyet viszont kimondottan nem helyi járulékból, hanem ezt más magasabb szintű anyagi eszközökből, itt elsősorban a községi költségvetésből, vagy pályázati pénzekből. Tótfaluban a skanzen kérdése, épülete, felújítása, ez most milyen folyamatban van, mert ugye már elindult? Tulajdonképpen most egy olyan fázisában vagyunk, hogy pályázati pénzek híján, úgymond ezt egyenlőre pihentetjük, mert elsősorban eddig is pályázati pénzekből volt, és hát ezt követően is ezt csak pályázati pénzekből tudjuk kivitelezni. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot akár a hazai részen, figyeljük a pályázatokat, és hát ugyanúgy a testvértelepüléseknél ez a téma folyamatosan az asztalon van. Viszont az a helyzet, hogy a testvértelepüléseinknél is vannak pályázások az irányunkba, de sajnos ebben az irányban nem találtak pályázási lehetőséget. És a 2018-as évre mik a konkrét tervek? Hát mint ahogy mondtam, először is az aszfaltozást most már nagyon szeretnénk, tehát a bekötő utcánknak a kiaszfaltozását, ez az Almási utca, amely hát lokális út. Tulajdonképpen itt aszfalt szélesítést kellene eszközölni. Ez az egyik cél, és hát ígéretet is kaptunk rá, hogy az idei évben erre sor fog kerülni. Azután a Tűzoltó utca már kiaszfaltozott részét folytatólagosan az utca végéig szeretnénk kivitelezni, befejezni, valamint terve van még az Arany János és a Temető utca, a temető bejáróval együtt a halottas házig. Tótfalu már rajta van a turisztikai térképen, mégis mik voltak azok az aktivitások, amiket tett a közösség annak érdekében, hogy legyenek turisták, látogatott legyen a falu? Tulajdonképpen a rendezvények az év elejétől, tehát a farsangtól indulva úgy vannak szervezve, hogy ez egyben turistákat is vozzon a faluba. Az egyik nagyobb horderejű ilyen rendezvény, amit a falunappal egybe tartunk meg, ez a Nemzetközi Rózsa és Virág Fesztivál, ahol hát több százan jelennek már meg így évekre visszamenőleg. Valamint hát itt van a falusi turizmus, melyet most már teljesen egy önálló szervezésben az egyik falusi lakosunk szervez, és hát ő általa elég sokan megjelennek a faluba. És a demográfiai mutatók mit mutatnak? Tudjuk, hogy a községből sokan vándoroltak ki külföldre. A legutolsó népszámlálás óta mennyire csökkent a lakosság létszáma? Hát én bízom benne, pontos kimutatásom nincs, amennyire tudom követem.
Azt bátran kimerem mondani, hogy az elvándorlás a fiatalok körében észlelhető, viszont nem jellemző. Tehát ez azelőtt is megvolt, ilyen arányú mozgás, úgymond. Azt látom, hogy a születések és a halálozások aránya, mint ahogy bárhol a környezetünkben, sajnos a halálozások oldalára billen, de továbbra is nekem az szívet melengető, hogy a fiataljaink még, hál' Istennek, maradnak közöttünk. És akik itt maradnak, ugye azoknak mik a lehetőségeik az itt maradásra, családfenntartásra? Hát ez a legnagyobb probléma, és folyamatosan ezen próbálunk agyalni, tehát a helyi munka lehetőség, vagy a környező településeken, vagy városokban való munka lehetőséget, valamint hát a családi gazdaságok. Tulajdonképpen néhány ilyen gazdaság elég szép számba most már föl szippant, tehát foglalkoztat helyi lakosokat. Vannak, akiket idén jellegűen, de vannak most már akár a csikós biotermelő, akár az egyik jószágtenyésztő, ahol évi teljes terjedelemben foglalkoztatva van már jó néhány helyi lakos. Mi a helyzet azokkal az olajkutakkal, amiket szinte már a falu központjába fúrnak, vagy egyáltalán, mint helyi közösségelnök, tud-e valami információt adni, hogy egyáltalán az olaj kitermelés terén mi történik Tótfaluban? Hát ez egy nagyon-nagyon szomorú és fájó kérdés, sajnos nem tudok rá igazándiból információt adni. Hát voltak itt próbálkozások, úgymond asztalhoz ülni, beszélgetni velük, de ez a kitermelés, az előző kitermelés sem volt valami irányunkba pozitív, de azt tudom mondani, hogy amióta a kitermelést a privát szinten, tehát nem a Nisgász, hanem az orosz tulajdonos végzi, itt aztán már végképp nem tudunk. És hát nagyon elszomorít, hogy 2-3 próbálkozásunkra, megkeresésünkre sem voltak képesek, vagy hajlandóak, hogy asztalhoz üljünk, hogy legalább valamit próbáljunk visszakompenzálni, akár az utak javításába szerettünk volna elérni, vagy csak hogyha nem megyünk aszfaltba, csak kőzúzalékba, amit ők használnak a furatoknál, amit utána, amikor már a furat elkészült, talán lehetett volna, vagy lehetne hasznosítani, sajnos még ebbe se tudtunk előrelépni. Milyen konkrét panaszok érkeznek esetleg a helyi közösség felé? Hát elsősorban a meglévő infrastruktúrának a nagyon komoly tönkretétele. Tehát ezek a gépek, amelyekkel a furatokhoz járnak, és amelyekkel szállítanak akár technikát, akár csak ezt a kőzúzalékot, ezek nagyon komoly terhek, és hát sajnos ezek az utak nem ezekre a terhekre lettek annak idején megépítve. Ennél fogva egyre jobban mennek tönkre. Az útpatka, az út széle az letöredezik, onnantól kezdve egyszerűen tönkre megy. Az Aromhegyesi helyi közösség nehéz helyzetben teljesítette a 2017-es évet, főleg a helyi járulék hiánya miatt. Sajnos a tavalyi év nem a legszerencsésebb volt a számunkra, több okból is. A legfontosabb ok, hogy 2017. januárjától már nem létezett a helyi hozzájárulás, mint forráseszköz, emellett pedig a különféle pályázatokon nem nagyon nyertünk. Valójában egyetlen egy pályázat nyert a helyi közösség, egyetlen egyet nyert a Faluház Alap, egyetlen a Sportegyesület, de ez is nem valami kapitális vagy nagy léptékű beruházásra vagy fejlesztésre, hanem a lehető legkisebbekre,
mondjam úgy, egy könyvkiadványra a sport esetében bérleti díj kifizetése és így tovább. Tehát valójában azt mondhatom, hogy nagy bajban vagy voltunk. Hogy a baj még tetéz, hogy a bajt még tetézzük, nekünk 2016. december 31-én lejárt a helyi járulékunk. Sajnos a helyi járulék eszközéből, ha bár céleszközök, a község mind a mai napig nem utalt át körülbelül 10 millió dinárt. Hogy mekkora ez az összeg, nem is szeretném lerajzolni, különösen, hogyha figyelembe veszük azt az úgynevezett községi kötelezettséget, hogy minden fejlesztésre szóló dinárhoz ő még egy dinárt kellene, hogy társítson, és a mi esetünkben ez a közel 10 millió dinárból kb. 8 millió ment volna fejlesztésre. Tehát valójában 16 millió dinárral még vagyunk károsítva. Ha arra akar beszélni, hogy ez mennyi, ez az összeg, ez kb. 16 évi költségvetése költségének, a helyi közösségnek. Óriási összeg. Nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e kapni, de reménykedjük. Független ettől viszonylag jó eredményt értek el a helyi közösségünkben a Művelődési Egyesület, a Sport Egyesület, sőt, kisebb-nagyobb projektumokkal a civil, mondjam úgy, szféra is, de ki kell emelnem azt, hogy első ízben például a Sport Egyesületből végre van regisztrált csapatunk, bejegyzett csapatunk, kislányok le vannak regisztrálva a Vajdasági Kézlabda Ligába, és itt a magyar közösségi csapattal közösen vesznek részt az első Vajdasági Liga küzdelmeiben. Ettől nagyobb eredményt nem várhatunk, hiszen ezek a fiatalok mind nagyobb fiatalok, 10-12 évesek. Valójában őtőlük körülbelül 3-4 év múlva lehet elvárni az eredményeket, és ahogy látom a fejlődésüket, nagyon komoly fejlődés előtt állnak, reméljük, hogy sikerül később itt tartani őket, és vagy itt nálunk, vagy Magyar Kanizsán egy közös női kézilabda csapattal újraindítani azt a folyamatot, ami régebben bizony normális volt. Infrastrukturális beruházás akkor történt, és ha történt, akkor miből? Hát ez az, hogy infrastruktúrális beruházás egyetlen egy volt, mert már nem tudtuk várni, hogy például a halottasház előtti betonozást elvégezzük, és akkor a faluban lévő polgárok összefogtak, és saját pénzükből, és önkéntes munkájukból elvégezték a betonozást. Nem nagy összegről van szó. Ez az összeg körülbelül, hát durván számolva 7-800 ezer dinár, de még erre sem kaptuk meg az eszközöket. Ezt szeretnénk elérni már az idei évben. Nekünk a tervünkben semmi más nincsen, csak az, hogy amivel tartoznak, adják meg, mert be kell fejeznünk a Szőlő utcát, el kellene végezni a szilárd burkolattal való ellátását a kúriának, illetve a Határi utcának. Mert ha ez még van, emellett megcsinálni a kézlabdapályát, illetve úgy mondjam, is szilárd burkolattal ellátott sportpályát, amit kézlabdázók és sportisták is használtak nyáron faluházzal szemben. Én úgy hiszem, hogy a pénzünk már meg lenne, nem, sőt, megvan, pont ennyi az, amivel rendelkezünk, amit meg lehetne oldani. Pont ezért nem mertünk komolyabb tervezésbe belefogni. Azért nem fogtunk komolyabb tervezésbe, mert ha nem látjuk azt se, hogy hogy valósítjuk meg az elmúlt két és fél eszközeit, miről, mi honnan induljunk ki, miből induljunk ki. Sajnos ez a községnek kellene nagyon gyorsan lépni, hogy egyszerűen az adósságait tör lesz az irányunkban. A demográfiai mutatók mit mutatnak? Most ugye Magyar Kanizsa községet igencsak érinti az elvándorlás is. Ez hogyan hat ki mondjuk Orron megyes esetében az legutolsó népszámlálás óta, mennyivel csökkent a lakosok száma? Hát én figyelemmel kísérem, nem csak Orron megyes, az egész község esetében ezt az ember elvándorlást. Több részben érintett is vagyok a gyermekeim révén, de a legjobb barátaim gyermekei révén még inkább. A 2011-es népszámlálás adatai alapján 1757 lakosnak kellene lenni Orron megyesen.
Igaz, időközben sokkal több volt az elhalálozottak, mint a születettek száma, de ez a csökkenés az elmúlt 5-6 évben, hát úgy lehetett mondani, hogy körülbelül 100 ember szám, emberrel csökkent ez a szám, de akkor is mégis majd 1700 polgárnak kellene, hogy legyen a faluban. Az elmúlt egész pontosan nem 2011 óta, mert az itt kezdetben még nem, de 2013 óta nagyon fölgyorsult az elvándorlás. A településről legtöbben Németországban páran, Angliában szintén páran, Kanadába vándoroltak ki. Tehát nálunk más célország nem létezik, de ez is problematikus. Ugyanis összeszámolva az elvándoroltak számát 300 és 350 köré lehet tenni, azok számát, amivel csökkent a polgáraik száma. Magyarul 1500-nál is kevesebb lakosa van e pillanatban Orra-megyesnek, ami pedig azt jelenti, hogy legalább 15%-nyi a lakosság számának a csökkenése. Nem igaztal bennünket, hogy ez mondjuk Magyarkon is a városban már több mint 20%, azt sem igazta bennünket, hogy Martason több mint 30%, már a 15% is óriási szám, és itt sajnos a politikum sem állami szinten, sem nemzeti közösségünk szintjén, sem önkormányzat szintjén szinte semmit nem tett azért, hogy ez megváltozzon. A fiatalok kilátástalanságból csak így tudnak kitörni, mert az, hogy várjanak még 20 évet, hátra kapjanak munkát, nem megoldás. Ezzel ellentétben konkrétan, ahol legtöbben mennek Baden-Württemberg tartomány Németországban, pedig elöregedett. Ők legszívesebben azt várnák, hogy innen mi tőlünk menjenek az itt élő magyarok, elfogadják ők a szerveket is, de főleg a magyarokat várják, és ennek köszönhetően ma már megnövekedett a magyarok száma Baden-Württemberg tartományban. Akik kitartanak és mégis itt maradnak, azoknak milyen lehetőségeik vannak? Szinte semmi. Az, hogy van 2 vagy 3 komolyabb cég az önkormányzatunk területén, ezek közül egy itt van nálunk. A Batatrans. Batatrans tud foglalkozni 40-50 személyt a területünkről, de ez nagyon kevés. Akkor, amikor a munkanélküliek számát, 2011-es tudomozatokat, csak a faluból több mint 300 munkanélküli volt. Azt mondom, 300 és 500 között mozgott állandóan. Abból 45 munkát kap, ez semmiség. De ugyanez a probléma a nagyobb cégekkel is, mert Adorján is egy cég van, Magyarországon is 3 komolyabb cég van, és ez nem tudja felszippantani a munkanélkülieket. Azok maradnak itt, sajnos ezt is már észrevettük, akiknek otthon van földjük. Tehát ha van 3, 4, 5 vagy 10 hektár földjük, azok itt maradnak és megpróbálnak valamit csinálni. Hiába jött azokba ez a támogatás is a prosperitáti révén, ugyanis azzal, hogy valaki új gépet vett, nem fog munkahelyet teremteni. Egy traktorra nem fog egy embert foglalkoztatni, mikor ő neki 30, 40, 50 éves traktorjában azt cserélte ki. Tehát sajnálom, de ki kell mondani, nagyon elhibázott foglalkoztatáspolitika is kíséri az egész társadalmunkat. Az adorjáni helyi közösségben 2017-ben is aktívan folyt a munka. Borsos Csabát, a helyi közösség elnökét az elért eredményekről kérdeztük. A tavalyi évben egy hosszas tortúrának került pont a végére, ugyanis a vízhálózatunkat sikerült teljes egészében felújítani, ez karácsonyra lett kész. Ezen kívül jelentős beruházás a helyi közösségnek nem volt. A zászközöket gyűjtöttük és gyűjtsük, mivel szeretnénk az idei évben a helyi kultúrotthont egy kicsikét tatarozni, valamint a szövetkezeti épületet, ahol a posta, a nyugdíjasok és a kultúregyesületek működnek,
azt az épületet kellene felújítani, rendbe hozni, és így ugye pályázaton kell majd biztosítani önrészt, és erre tartogattuk a pénzt. És a helyi járulék Adorjányon be van vezetve? Nálunk a helyi járulékot az utolsó szavazáson 10 évre vezettük be, amiből még hátra van 4 év, úgyhogy itt helyi járulékból nekünk van bevételünk, valamint a helyi adókból. És gondolom ebből kívánják a 2018-as előttünk álló évben is a beruházásokat, felújításokat végrehajtani. Természetesen. Hát itt a helyi közösségnek állandó munkása csak egyetlen egy van. A vízhálózat az még mindig helyi közösséghez tartozik, tehát ezekből van bevétel, kiadásunk az minimális, és így szépen tudjuk a pénzt összegyűjteni. Mit mutatnak a demográfiai mutatók? Tudjuk, hogy a községből is nagy a kivándorlás, de mégis az utolsó népszámláláshoz viszonyítva mennyivel csökkent most Adorján lakosainak lélekszáma? Hát jóval megcsökkent, ugyanis itt a román cigányok az utolsó népszámláláson voltak 320-30 között az 1060 lélekből, na most ebből a 330-ból 150-en Linzbe mentek ki, és ott dolgoztak, ami azt jelenti, hogy Adorjánnak a lakossága, a valós jelenleg az 900 fő körül van. Azok, akik úgy döntöttek, hogy itt maradnak, azok hogyan boldogulnak, milyen munkalehetőség van esetleg a településen, vagy azon kívül? Hát a településen sok munkalehetőség ugye sajnos nincsen. Hát utaznak Zentára, Magyar Kanizsára, Martonosra, Oromhegyesre, tehát itt a környező településekre utaznak el az emberek. Egyébként meglepő az adat, mert a 80-as évek végén dolgoztak ennyien munkahelyen, úgymond, mind amennyien most. Ez annak tudható be, hogy a háztáji állattartás az lassan, de biztosan csökken, és inkább az emberek elmennek vállalatokba dolgozni. Na most itt a konverzáció már 7 éve, hogy tart, és most az utolsó befejező fázisba kerültünk. Itt a tagosítással elő van látva egy 10 hektáris rozs ipari övezet, amelyben az idén a vizet kihúztuk, tehát próbáljuk az infrastruktúrát biztosítani, és amennyiben befejeződik a tagosítás, akkor bízok benne, hogy tudunk ide befektetőt hozni, és helyben megoldani még több munkahelyet. Kifejteni ezt kicsit bővebben, hogy mégis honnan, vagy milyen fajta befektetőt szeretnének ide vonzani? Kínálkozónk volt már tavalyi és a tavaly előtti évben is. Milyen befektetőt? Ez jó kérdés. Olyan befektetőt szeretnénk itt látni, aki a tevékenységével nem végez környezet szennyezést, és nem rontja a falu képét. Sajnos ez a kettő befektető, aki jelentkezett, az nem illene be Adorjánnak a képében. Az meg, hogy milyen befektetőt sikerül majd még ide vonzani, az még a jövő titka. Mint helyi közösség elnök belátása van biztos a művelődési életben is, akik civil egyesületek, művelődési egyesületek és a község alapjából kapnak támogatást, azok mit tudtak felmutatni a tavalyi évben?
Hát a Szőke-Tisza Kultúr Egyesület az részt vesz minden évben a Durindon, Gyöngyösbokrétán, valamint községi rendezvényeken, és a Fodrozik a Tisza Vize nevezetű népdal találkozót minden évben megszervezik. A Román Kultúr Egyesület, ők a koritári, ők itt a ilyen hagyományos kenyér, bodak sütést szerveztek, valamint pár rendezvényen ők is fölléptek. A Zadorjáni Művelődési Egyesület, az pedig a fő szervezője a Zadorjáni Hurka és Kolbász Fesztiválnak, amit tavaly évben is megszerveztünk. Nagyon jó sikerült, nagyon nagy látogatottsága volt, úgy nappal, a nap folyamán, mint az esti programokon. Hozzá kell tenni, hogy nagyon szép volt az idő is. Ez a Művelődési Egyesület, ez hasonló jellegű rendezvényeken többen is részt vett Magyarországon is, és itt Vajdaságban is. Ennyi a Művelődési Egyesületekről. A Sportegyesületben ugye a Tisza Sportegyesületnek van két szakosztálya, az egyik a céllövők, ahol még mindig működik az élet, úgymond. Tavaly is voltak vajdasági bajnokságon is, országos versenyeken is, úgyhogy szép eredményeket értek el. A labdarúgóink pedig a Vajdaság Ligában most harmadik helyen van a felnőtt csapat, 3 pont lemaradással az első helytől. Célunk, hogy első legyünk, és egy versenyfokozattal följebb menjünk. A gyerekekkel van foglalkozva, sajnos kevés a gyerek, mint minden egyes településen. Így Oromhegyesről, mivel ott nem működik aktívan fociklub, ezért az oromhegyesi gyerekek is itt Adorján rúgják a bőrt, és így a két településről van elegendő játékos. És a labdarúgó pályán a közeljövőben majd valami változás lesz infrastruktúrálisan, valami befektetés vagy felújítás? Mivel a jelenlegi pályánk a Tisza vízállásától függ mindig, hogy tudunk-e rajta játszani vagy nem, ezért Adorjánnak a Kanizsa felőli bekötője mellett ott lesz az új focipálya, amit bízok benne, hogy jövő ilyenkor, amikor újból találkozunk, már ott tudunk forgatni. A 2007-es évi program keretében az állami földek árverezésének második fordulója 2018. január 26-án lesz megtartva a Városháza dísztermében 10 órai kezdettel. 2135 hektár állami föld kerül kalapács alá egyéves bérleti futamidőre. Ez a terület igen felaprózott, mintegy 416 bérbeadási egységre van tagolva. Az árverezésre jelentkezni lehet január 25-éig, 12 óráig a szükséges dokumentáció átadásával. Az érdekeltek a terepen is megtekinthetik a bérbeadandó állami parcellákat január 18-án Velebiten, Adorjánon, Oromhegyesen, valamint Oromon, 19-én Horgoson és Kispiacon, és 22-én Magyarkanizsán és Martonoson. Előzetes telefonos jelentkezés útján Bohata József földmérőnél a 063 891 5303-as telefonszámon. Az érdeklődőket kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében a terepen is ellenőrizzék az adott parcella állapotát. Az idevágó hivatalos hirdetmény a helyi önkormányzat hivatalos honlapján, a www.kanizsa.rs honlapon tekinthető meg, ahol minden információ elérhető, illetve személyesen is lehet érdeklődni a Magyar Kanizsai Községi Közigazgatási Hivatal mezőgazdasági osztályán.
A Magyar Kanizsai Dobó-Tihamér képtárban Madárbarát kertek, kertet segítő madarak címmel szervezték meg a Metaterra civil szervezet tagjai Grabovac Dávid ornitológus előadását. Megtelt a Magyar Kanizsai Képtár, hisz a Metaterra civil szervezet idén is hagyományosan a téli hónapokban a termelőknek és kiskert tulajdonosoknak előadás sorozattal kedveskedik. Ezen a napon egy ornitológus szaktanácsadását hallhatták az érdeklődők. A Ripária Természetbarátok Egyesülete már évek óta különböző pályázatokat vezet le természet és főleg madárvédelem terén, és hát ezekben szoktam részt venni. Az előadáson sok érdekes információt kaphattak az érdeklődők, például, hogy hogyan lehet kertünket könnyedén madárbaráttá tenni, és miért is olyan fontos védeni őket még a hidegebb hónapokban is. Ez egy elég széles témakör, ezt Magyarországon már bevezették különböző iskolákban, óvodákban, sőt emeletesházakban is lehet olyan módszereket alkalmazni, amelyek madárbarát módszerek, és hát ezeknek a lehetőségeit fogom én ma este elmesélni. A Metaterra civil szervezet ilyen jellegű előadásokkal kíván segítséget nyújtani mindazoknak, akik kertészeti tapasztalatokkal kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeznek, mégis szeretnének kiváló minőségű zöldségeket és gyümölcsöket termeszteni. Minden év elején megjelennek az új turista ajánlatok a nyaralásokra. Stábunk a New Travel Plus turisztikai irodánál érdeklődött az aktuális kínálatokról. A nagy része az utazásoknak, ami a nyaralásokat illeti, már aktív. Október-novemberben elkezdődtek az aláírások, a szerződés aláírások a házakkal, ami a repülőket illeti. Hát ez januárban nagy része már kijött, beleértve Törökországot is, Görögországot is. Úgyhogy már nagyba az emberek, az utasok rezerválják a nyaralásokat. Függetlenül attól, hogy még csak tél van, ugye? Tehát a telelések annyira sajnos nem populárisak, mint amennyire a nyaralások azok. Most egy családi kirándulás, vagy egy családi nyaralás milyen árfekvésben van mégis, amit tudsz ajánlani mondjuk az olcsó kategóriákból? Hát... Durván busszal, autóbusszal előszezonban megoldható fejenként egy 49 euróból. Fejenként? Fejenként, igen. Tehát ez attól függ, hogy egy családban hány gyerek van, a gyerekek hány évesek, igényelnek ágyat, nem? Mert ugye függetlenül attól, hogy ki hány éves, hogyha ágyat foglal, azt teljes, majd hogy nem teljes árba fizetni kell. De fogjuk rá így egy négy tagú család 150 euróból, egy háromágyasba busszal megoldható. Elkezdődtek-e már mondjuk az előfoglalások, vagy részletekben van-e arra lehetőség, hogy a polgárok elmenjenek nyaralni? Természetesen, ahogy említettem, már novemberben elkezdődtek az előrezervációk, részletfizetések, fizetések, teljes összeg, bátlabb, hogy az ember befizeti a teljes összeget, akkor kap 10-15-20%-ot utazási irodától, vagy szervezői irodától függően. Mindig jó tudni, meg átismételni, hogy mik azok a tudnivalók mondjuk, amik az utazás során az utazókra várnak, tehát legyen az a biztosítás, vagy bármi egyéb. Milyen újdonságok vannak az idei évtől, amiről eddig nem szóltunk? Ami Görögországot illeti és az újdonságokat, január 1-e 2018 óta Görögország bevezette a kötelező ottartózkodás illeték fizetését, ami fél eurótól szobánként 4 euróig van, attól függően, hogy valaki apartmanban megy, kétcsillagos, 3-4 vagy 5-csillagos hotelban. Ez mindig felmerülő kérdés, hogy az utazási biztosítás hogy működik? Utazási biztosítás hivatalosan úgy van, hogy kötelező utasbiztosítás, tehát ahogy elhagyjuk az anyaországot, kötelesek vagyunk biztosítást kötni. Az egyetlen dolog, amit tényleg nagyon ajánlok az utasoknak, sose nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Nem egy horribilis összegről beszélünk, 1,29 euró per fő per nap, gyerekeknek két felnőtt mellett grátis, függetlenül attól, hogy három gyerek van, két gyerek van, egy gyerek van, 18 éves korig gyerekek nem fizetnek. Mondjuk, mikor bejön az utazási irodába valaki, az mi iránt érdeklődik legsűrűbben, melyik az az utazás,
amelyekre elmennek a magyar kanizsai vagy környékbeli polgárok? Elsősorban, amikor hozzám jönnek tanácsért, hogy hova utazzonak, tehát azt a pénzt, amit erre szántak, hova költsék, és ugye természetesen mindenki a legjobbat akarja kapni pénztárcájához. Ugye mérten? Átlagban Görögország abszolút a vezető, visszamenőleg 3-4 évre is. Ami meglepő, nászutasok idén egyre többen kérnek exkluzív úti célokat, mint Dubáj, Maldívok, Dominikai Köztársaság, Bali, ami nem volt annyira megszokott például, hogy tavaly vagy tavaly előtthöz képest. Egyre többen akarnak repülővel menni. Százaléknyilag egyelőre így veszem észre, ugye messze van még a szezon, még van 4-5 hónap addig kezdetig, de... Mivel Magyar Kanizsán ez az egyetlen utazási iroda, ha jól tudom, valamilyen statisztikai adat van-e arról, hogy mondjuk az elmúlt évekhez képest, vagy a tavalyi évet, ha elemezni kell, hogyan zártad? Többen utaztak, kevesebben, vagy épp ellenkező? Minden évben egyre többen és többen utaznak. Remélhetőleg idén is ugyanígy lesz tendencia, csak nőni fog. Tehát, hogyha teleléseket veszük példára, 10 családból, aki elmegy nyaralni, átlagban egy, legfeljebb 2 megy telelni. Annyira nem szeretik, vagy kevesen, lehet, hogy kevesen tudják megengedni maguknak, mert meg kell említeni, hogy egy síelés komoly összeg, komolyabb összeg, mint egy nyaralás. Tehát, hogy ugyanúgy el kell jutni. Síbérletek átlagban 100 eurótól kezdődnek, és ott van még ugye az étkezés. Tehát, hogy egy olcsóbb síelés, hogyha egy síbérletet beleszámolunk, és nem számoljuk bele az utat, hát fejenként legalább 200-300 euró. Durván. Szóval ez egy komoly összeg. Most egy 4-tagú család, ezt is számoljunk utána, az tényleg komoly összeg. Nem szeret mindenki sportolni. Például nászutasok, akiknek nyáron van a lakodalmuk, melynek október, november, decemberben melegebb úti célokra, mint ahogy említettük, Dominikána, Seychelles, Bali. Vannak külön sportbiztosítások, amiket hozzá lehet kapcsolni magához az utas biztosításhoz, és akkor a mindenfajta balesetet, sportbalesetet magába számolja. A Magyar Kultúra Napja alkalmával egy különleges hangversenyt szervez a Regionális Kreatív Műhely, ezúttal itt, a próbateremben, egy nem mindennapi kortárs zenét, olyat, amelynek magyar népzene a gyökere. Sokan ismerik és emlékeznek még a régi jazz improvizatív zene fesztiválról, Dress Mihályra és Grencsó Istvánra. Ők ketten fogják játszani mesterüknek és sokunk nagy élményének, Szabados Györgynek a szerzeményeit, és ez a duó egy kivételes programot állított össze ez alkalommal. Mellettük fellép még Mezei Szilárd triója, ezúttal ütőhangszeresek nélkül egy különleges felállásban, vibrafon, klarinét, brácsa, szintén magyar népzenei gyökerekkel rendelkező muzsikát fognak hallani. Tehát egy kamarazene, akusztikusan, mindenféle erősítés nélkül, a próbatermünknek van egy nagyon finom kis visszhangja, tehát egy enyhén templomi hangulatot ad a színpadi pódium is, úgyhogy egy élvezetes koncert lesz 21-én, vasárnap este 6 órakor, tehát 18 órakor, a belépés természetesen díjtalan, és szeretettel várunk mindenkit, tehát a Dress Grencsó duó és a Mezei Szilárd vibrafon, klarinét, brácsa triójának a hangversenyére. U totalnom selu je u prethodnom periodu bilo dosta ulaganja, dobrih planova je bilo i za prošlu godinu, posebno za asfaltiranje puteva, ali zbog nedostatka sredstava oni se prenose i iz godine u godinu. U odnosu na okolna naselja, odlazak mladih u inostranstvo je manje izražen. Mogu reći da smo imali dobrih planova,
ali od toga malo što je uspjelo da se ostvari, jer nismo stigli bez sredstava da asfaltiramo, a planiramo da ćemo to u ovoj godini uraditi. Sa kojim sredstvima ste raspolagali s obzirom da imate samodoprinos? Pa računali smo kao prvo na samodoprinos, a isto tako smo računali i na sredstava opštine, pošto je jedan deo što želimo da izasfaltiramo, to je ulazni put i to je kao lokalni put i to bi trebalo asfaltirati iz drugih sredstava, znači iz sredstava opštine ili iz budžeta, a bilo nam je rečeno da su prijavili na nekom konkursu i u pokrajini, međutim taj konkurs nije uspeo i zato nije došlo do... Neki planovi se prenose iz godine u godinu kao taj ulazni put u selo i još neki drugi? Pa neki drugi. Imamo isto asfaltiranje u sljedećoj ulici, a to je ulica Vatrogasna, što je započeto još u 2015. godini. Polovina te ulice je već izasfaltiran i sad tako je planirano i tako nam je rečeno da, pošto nismo uspjeli u prošloj godini, da ćemo u ovoj godini to uspjeti i kao isto i u ulici Aranja Anoša. U Totom selu je ukupno sve u celini u prethodnom periodu dosta investirano, ulagano, ali i dalje ima potreba pored ovih puteva, šta još je u planu? Pa planu je obnova uličnog ili rekonstrukcija uličnog osvjetljenja, rasvjetljenja. Kao i imamo u planu, što je već započeto, a to je iz drugih sredstava, a to je oko Fudbalske akademije izgradnja svlačionice, koji radovi su već započeti. Brigada je tamo i ja mislim da ako nas vreme sluša i da ako vreme spušta, onda ćemo to uspjeti u toku februara mjeseca. Totovo selo je prisutno na turističkoj mapi, ima svoje manifestacije tokom godine, koliko one uspevaju da se isfinansiraju i da privuku veći broj ljudi. Već unazad 4-5 godina u svakoj godini organizujemo festival Ruže i cvijeća. To je ujedno uvrstavan u praznik naselja u Danu sela. Na toj manifestaciji uvijek nam dolaze sa strane i dolaze gosti s kime imamo kao bratimljenu zajednicu. Znači imamo dosta gosta. A kakva je situacija sa ovim domicilnim stanovništvom, tako da kažem, oni koji su tu stalno, da li oni odlaze ili ostaju u tom selu? Pa mogu da kažem da ima neki procenat mladog sveta, tako reći, koji odlaze, ali ja mogu da kažem da Totovo selo kao naselje, u Totovom selu nije izraženo toliko kao u ostalim okolnim naseljima oko nas. Demografske prilike u Totovom selu slične su kao u ostalim mestima, broj novorođene dece je znatno manje od onih koji umiru. Tako je u prošloj godini u ovom selu zabeleženo 5 novorođenih, a bilo je 13 smrtnih slučajeva. U mesnoj zajednici Trešnjevac u prošloj godini nisu uspjeli ostvariti sredstva na konkursima, nema više priliva sredstava od samodoprinosa jer referendum nije uspeo, a nije se uspeo naplatiti i dug iz opštinske kase.
Za predsjednika mesne zajednice Trešnjevac Lajoša Balu prvo pitanje je o ostvarenju učinka. Pa užasan je bio, pošto mi jednostavno nismo uspjeli dobiti ništa na konkursima. Sve smo morali iz sobstvenih snaga ono što smo mogli uraditi. Što je najinteresantnije, naš dug što ima opština prema nama otprilike 10 milijuna dinara, ni dan danas nisu nam vratili. Iako su to su bila sredstva namijenjena sigurno za konkretnim ciljevima, ali nismo mogli uraditi ono što smo planirali, ni asfaltirati ulice, ni popravke izvršiti itd. To je bio naš najveći problem, iako po rezultatima puno što šta smo uspeli i uradili. Interesantno je da, iako je stanje bilo takvo, i u kulturi, i u školstvu, svugde, stvarno ogromne uspehe su postigli naši građani. A što je najinteresantnije, pod znacima navoda, nagrada je bila da škola propada. Žalosno, ali nadam se da će ove godine to biti urađeno, iako se bojimo od toga da neće blagovremeno. Prilik sredstava i samodoprinosa, kakav je? Kod nas nema samodoprinosa. Kod nas ima samo dug i samodoprinosa od 10 milijuna, jer od 2016. Ljudi nisu i ponovo izglasali samodoprinos, to znači ovu godinu 2017. smo radili bez samodoprinosa i bez naših sredstava što nisu nam poslali. Znači tu je, bitno je učešće na konkursima, ali kako doći do para iz drugih izvora? To je najžalosnije, jer kao i prošle i pretprošle, pa i prethodnih godina, stalno smo konkurisali sa uspjesima. Jedino prošle godine nismo uspjeli, iako htjeli smo puno što šta uraditi. Ove godine, iako je još 10. januar, mi smo već postigli nekde oko 20 konkursa, jer mi bi htjeli bar da ostvarimo ono što je najbitnije za građane. A to je u ovom trenutku smanjenje troškova, konkretno kod seoskog doma smanjiti troškove električne energije i grejanja, i to smo htjeli iz sredstava što ćemo dobiti verovatno na konkursima. A sem toga i sport, iako sad već imamo i sportske ekipe registrovane igračice, para još nemamo. Nadam se da ćemo uspjeti, jer to je obećao gradonačelnik, ne nama, nego Rukometnom savezu Vojvodine. Valjda će biti istina. Kako funkcioniše seoski dom? Kakav je društveni život u selu? U seoskom domu, iako konkretno to koristi prvenstveno kulturno-umetničko društvo. Sem kulturno-umetničko društvo, tamo održavamo sve one naše manifestacije koje su vezani za veliki prostor. Ja, ako mogu, ako bih deo kazati koliko je to bilo korišteno, po mom mišljenju negde oko 70% je iskorišten taj prostor. Možda mogli bi još više, ali i za to treba par. To je najveći problem. Ne moramo znati da grejanje vrlo je skupo. Konkretno na gas se greje. Isto tako, iako smo već smanjili troškove osvjetljenja, i to moramo još sa sjelicama LED, da bude i to jeftinije, jer onda ćemo moći stvarno iskoristiti do kraja. U kakvom je stanju komunalna infrastruktura, imali potrebe za ulaganjima? I potrebe ima, ali da počnemo. Ne postoji mreža odvoda otpadnih voda.
ne postoji komunalna infrastruktura konkretno, na primjer, kanalizacija. Ne postoji prečistač, iako po planovima to bi trebalo već izgraditi negde 2010. godine. Onda, šta da kažem, mi ovdje nemamo ni nadležnost, a ni mogućnosti. To je najveći problem. A kako je sa demografijom? Vidimo iz Seoskog glasnika koji dobijamo da tamo se objavljuje imena rođenih, imena umrlih. Kakav je bilans bio za prošlu godinu? Za prošlu godinu je bolji bio bilans nego prethodnih godina. Otprilike 15-ak dece se rodilo, ali džabe, kad su umrli, negde 30-ak. To je najveći problem. Sem toga, u vezi demografije moram kazati da i od nas, to znači iz Trešnjevca, otišli puno ljudi. Konkretno, negdje oko 300 do 350 mladih ili sredovečnih otišli za Nemačku, pretežno u Englesku, u Kanadu. To znači da kod nas smanjenje broja stanovnika je negdje oko 15%, nešto manje nego u Kanjiži ili, da ne kažem, Martnošu, jer u Martnošu već više od 30% otišlo, a to je užasno. Sad trenutno aktivnih stanovnika koji stanuju ovdje ima manje od 1500, a po popisima imamo skoro 1800 stanovnika. To je najveći problem. Na koji način zadržati mlade ljude da ne odlaze? Mi ovdje nemoćni smo. To sve zavisi i od države, pa nakon toga od opštinske samouprave. Svu našu nadležnost su uzeli. Mesne zajednice nemaju nadležnost ni za sopne potrebe. To je najveći problem. Ja bi imamo mi lepe ideje, ako te ideje ne možemo ostvariti, jer nemamo mogućnosti. U mesnoj zajednici Adorjan krajem prošle godine najznačajnije ulaganje je bilo u završnu fazu obnove vodovodne mreže. U ovoj godini planira se obnavljanje Doma kulture i zgrade bivše zadruge u kojoj su smešteni pošta, kulturno-umetnička društva i udruženje penzionera. Iščekuje se završetak komasacije, čime će se stvoriti uslovi za početak izgradnje novog fudbalskog igrališta i uređenje industrijske zone. Pa prošle godine smo stigli do zadnje faze promjene vodovodne mreže i to smo uspeli da završimo eto do našeg Božića, tako da vodovodna mreža nam je potpuno obnovljen, to nam je bio neki značajni ulaganje prošle godine i skupljali smo novac za ovu godinu. Znači, u mesnoj zajednici ima dosta lepih para, pa pokušavamo da konkurišemo ove godine za obnavljanje Dom kulture i za obnavljanje zadruge. Jer zadrugu, kako je privatizovano, tad je to mesna zajednica dobio nazad, pa tamo nam je sad pošta, tamo su nam kulturna umetnička društva, penzioneri, i ta zgrada je u dosta lošem stanju, pa sad trebalo bi ove godine to da počinjemo, a volili bi čak i da završimo. I pored toga, komasacija nam je u zadnjoj fazi, pa nadamo se da do marta, aprila biće završeno, pa onda nam je u planu da napravimo novo fudbalsko igralište, ja mali stadion. Sa kojim sredstvima raspolaže mesna zajednica?
Pa imamo para od mesnog samo doprinosa i od lokalnih poreza. Imamo nešto i donacije, u stvari imat ćemo nešto iz Mađarske i vidjet ćemo na konkursima šta ćemo dobiti od pokrajine i od države. Kakav je život danas u Vadorijanu? Pa, život teče u Vadorijanu. Nešto od ovih naših rumunskih cigana je se preselilo za Linz, otišli su tamo da rade. A ostalo, mislim, Mađari nisu otišli, tako da svi smo tu i svi radimo. Mogućnosti za posao ima u poljoprivredi, evo i ovdje u kontaktu u tvojoj firmi? Pa da, ima. I kad bude bilo završeno komesacija, onda i u industrijskoj zoni planiramo neke fabrike da dovlačimo tu, da bi bilo još više radnih mjesta. Kakve su mogućnosti da Dorjan u toj budućoj industrijskoj zoni privuče investitore? Pa imamo tu 10 hektara zemljište u industrijskoj zoni, to je pored samog asfalta, tamo smo sad izvukli vodu, znači za infrastrukturu. Pokušavamo da ispunimo uslove investitorima infrastrukture dok komesacija bude bilo završeno. Adorija se prethodnih godina evo nametnuo i jednom značajnom manifestacijom koja okuplja veliki broj ljudi, festival Hurke i Kobasica. Znači, ima mogućnost da se i tu privuku posjetioci. Pa, imali smo jako lepo vreme prošle godine za vreme festival Hurke i Kobasice, tako da imali smo jako, jako punog posjetioca i preko dana i uveče. To pokušavamo da nastavimo dalje. Ovo je već tradicionalno, tako da nije lako naći sredstva za takve manifestacije, ali za sad bez velikog opterećenja mogu da izjavim da smo našli sredstva i da ćemo to nastaviti i u ovoj godini. Društveni život, kulturno-umetnička društva, sportska, kako oni funkcionišu? Pa, nažalost, deca imamo sve manje i manje, kao i u ostalim sredinama. Pa, streljačko društvo je još uvek aktivan, samo sa manjom broj dece. Evo, fudbalski klub, prvi tim je u Vojvođanskoj ligi. Radimo sa decom, samo sve manje i manje dece ima, tako da nam dolaze deca čak i iz Trešnjevca, pošto tamo nema klub, znači klub nije aktivan, onda sa mlađim kategorijama tako uspemo da takmičenje da sprovedemo, da imamo dece i iz Adorjana i iz Trešnjevca. Što se tiče kulture, mi imamo tri kulturna umetnička društva. Jedan su Koritari, rumunski cigani. Imamo Plavu Tisu i Adorjan kulturno umetničko društvo. A taj sa tom umetničkom društvom pretežno samo manifestaciju organizujemo i odazivamo se na sličnim takmičenjima sa tom kulturnom društvom.
Po godišnjem programu za 2017. godinu davanja u zakup državnog zemljišta, drugi krug licitacije održat će se dana 26. januara 2018. godine u svečanoj sali Gradske kuće u Kanjiži sa početkom od 10 sati. Za licitaciju je predviđeno 2135 hektara državnog zemljišta sa periodom zakupa od jedne godine. Ove površine su jako usitnjene i raspoređene su za nadmetanje u 416 jedinica. Na licitaciju se može prijaviti do 25. januara 2018. godine do 12 sati sa podnošenjem potrebne dokumentacije. Zainteresovani mogu i na terenu pogledati katastarske parcele dana 18. januara za katastarske opštine Velebit, Tadužan, Trešnjevac i Orom, 19. januara za Horgoš i Male Pijace i 22. januara u Ataru Kanjiže i Martonoša putem prethodne najave telefonskim putem na broj 063-891-5303 kod geometra Bohata Jožefa. Odsek za poljoprivredu pri opštinskoj upravi opštine Kanjiža moli sve zainteresovane da radi izbjegavanja neprijatnosti provere stanje parcela na terenu. Odluka o raspisivanju javnog oglasa može se pogledati na zvaničnoj web stranici opštine Kanjiža gdje je dostupna svaka potrebna informacija, a o svim pojedinostima zainteresovani se mogu i lično informisati. Protekla godina za turističku agenciju New Travel Plus iz Kanjiže bila je uspešna. Vlasnica Danica Farkaš Grubin ističe da je puno ljudi posredstvom ove agencije išlo na letovanja, zimovanja i putovanja na razne destinacije. Još je aktualna sezona zimovanja, ali Kanjižani više idu na letovanje, pa se već planira i u toku su rezervacije gdje će se provesti letnji odmor. Generalno izuzetno zadovoljna. Stranke su se vraćale zadovoljne, što je jako bitno. Za mene puno je bilo ljudi što su putovali kako na letovanje, zimovanje, evropska putovanja, nove godine. Gde su Kanjižani najviše putovali prošle godine? A što se letovanja tiče, tu je Grčka, apsolutni favorit i hit, možda i zbog cene, možda i zbog toplog mora, u krajnjem slučaju lepote i istorije koja ona pruža. Sezona je zimovanja, malo se vreme iščašilo, pa je više proleće na planinama, ipak ima malo snega, idu li Kanjižani na zimovanja? Idu, ali ne u toj meri koliko idu na letovanja, ali trenutno je sve pod snegom što se planine tiče, tako da apsolutno je ludnica. Ima li ponude još da se krene? Naravno, tu do marta je apsolutno još uvek sezona što se zimovanja tiče. Kolike su cene? Cena što se zimovanja tiče su dosta iznad cena za letovanje. Recimo tu negde od oko 100 eura može da se izreguliše zimovanje bez ski pasa. U ovo vreme aktuelan je odlazak i na svetske turističke destinacije. Koliko ljudi iz Kanjiže i okoline se opredeljuju za ta ekskluzivna turistička putovanja? Sve više i više. Sve više mladenaca koji žele da idu na neka ekskluzivna putovanja smatraju da kad se budu uzeli, dolazi kuća, dolazi dete, neke druge stvari će biti prioritet i žele da im to ostane apsolutno nešto čega će se uvek sećati. Da li je rano planirati letovanje? Oh, letovanje. Već rezervacije za letovanje uveliko su u toku, počeli su već tu negde oko novembra. Sad su već izašle i sve ponude, skoro sve ponude što se tiče Španije, Turske, tako da apsolutno smo otvoreni. Koliko je potrebno izdvojiti za naredno leto, za neki odmor u Grčkoj ili na Jadranu? Od 49 eura pa naviše. Za pansion dnevno? Ne, za 10 noći autobusom, za aranžman u predsezoni od 49 eura i onda idemo do nebesa. Sve zavisi od želja dragih putnika. Evo, što je potrebno da oni koji žele da letuju i zimuju kada dolaze ovde, šta da ponesu? Najvažnije normalno pare, ali šta još? Pare, pasoš, dobru volju, želju.
Za one koji planiraju odlazak na odmor i boravak u Grčku, koja je najzastupljenija letnja destinacija, novina je da je od 1. januara ove godine uvedena boravišna taksa koja se računa kao fiksni iznos po danu i po osobi u zavisnosti od vrste smeštaja. Boravišna taksa za privatne sobe i apartmane dnevno iznosi pola evra, za hotele sa 3 zvezdice evro i po po sobi, sa 4 zvezdice 3 i u hotelima sa 5 zvezdica 4 evra po osobi. Fudbaleri Tise i Zadorjana zimuju na trećem mestu u Vojvođanskoj ligi Sever sa zaostatkom od 3 boda od lidera Mladosti iz Bačkog Petrovca i 2 za drugoplasiranim Srbobranom. Učinak Tise u jesenjem delu prvenstva je 32 boda, 9 pobjeda, 5 nerešenih, 1 poraz. Cilj Tise je da u drugom delu prvenstva sustigne rivale, osvoji prvo mesto i takmiči se u višem rangu Srpskoj ligi Vojvodina. Završili smo na treće mesto, a mogli smo glad biti i prvi. Znači, koliko jako puno nerešene utakmice smo igrali gdje smo trebali pobediti. Znači, nisam baš zadovoljan. Dosta promjene smo imali preko leta u klubu i što se tiče igrača i što se tiče i novog trenera, pa trener nam je bio još malo neiskusan po meni, tako da trebali smo biti prvi, eto. Pa smo završili na treće mesto, prvi nam beži sa 3 boda, tako da to nije mnogo razlika i sve te jače klubovi nam dolaze na proleće tu u gostima, tako da mislim da možemo, da je realan cilj da budemo prvaci. I da li su i ambicije da se bude na prvom mjestu na proleće? Jeste, ambicija nam je to i ambicija nam je da od jesena da igramo u Srpskoj ligi. Evo, hoće li u toku ove pauze biti neke promjene u igračkom sastavu? Pa nešto veliko neće biti. Milikić je na probi u Kipru. On nam je jedini igrač koji, eto, visi. Ako bude otišao, onda umjesto njega moramo naći zamjenu, a ostali igrači ostaju tu u klubu, tako da to je to. Kada počinju pripreme? Pripreme počinjemo, danas je petak, u ponedjeljak. Počinjemo sa pripremom. Nešto u školi, nešto u banji, pa nešto napoje i nadam se da za početak prvenstva ekipa će biti spremna. Glavni konkurenti su naravno ove ekipe iz vrha tabele. Da, Srbobran i Bački Petrovac. U Srbobranu smo igrali nerešeno, trebali smo barem sa 2 razlikom da ih dobijamo, dok u Bačkom Petrovcu smo pobedili. Mislim i to daje značaj da naše mjesto bi bio na prvom, ali ne na trećem. Ali imamo tu nekoliko ekipe, eto, koji nam ne ležu nikako. To je Turija. Znači, sa Turijom, otkad smo u istoj ligi, nikad nismo mogli njih da pobedimo, čak ni kući. Možda zbog Kobasicijade? Ne znam da li je to zbog Kobasicijade ili zbog čega, ali i tamo smo imali 800% šanse, pa tako da bit će nekako. Nade atletskog kluba Partizan iz Kanjiže uspješne su bile na otvorenom prvenstvu Vojvodine za starije juniore i mlađe pionire u Novom Sadu. Na početku godine zablistala je Marina Živković, koja se u konkurenciji starijih juniorki na pobedničkom postolju našla u skoku u vis i na 60 metara prepone.
U ovim disciplinama Marina je ostvarila nove lične rekorde. U skoku u vist lestvicu je preskočila na 160 cm, a prvo mesto na 60 metara prepone osvojila je rezultatom 9,31 sekundu. Njena sestra Anja Živković lični rekord oborila je u troskoku rezultatom 10,16 metara, ali se morala zadovoljiti drugim mestom. Od takmičarke Kanjiškog Partizana Petra Rekecki je zauzela četvrto mesto u skoku u vis, a solidni su u nastupu bili još Vivijan Rekecki, Sergej Miladinov, Pavle Sorajić, Adam Kalman i Mark Jakuš. Povodom dana Mađarske kulturne regionalne kreativne ateje organizuje jedan kamerni koncert ovde u probnoj sali koji ima jedan izvrsni mali eho. Izvrsten je za male kamerne sastave. Slušat ćemo već poznate muzičare koje smo mogli prošli godina da slušamo na festivalu Jazz improvizana muzika, Dresch Grenchow Duo koji će svirati kompozicije Đerđa Sabadoša, njihovog majstora, zatim trio Silarda Mezeja sa Ivan Burkom i Bogdan Rankovićem, klarinet, vibrafon i viola. Znači dva mala kamerna sastava savremene muzike uz folklorne korene i puno improvizacija. 21. januara je koncert, nedeljom uveče u 18 časova, ulaz je besplatan, srdačno očekujemo svakoga.